Hírek röviden, köszöntöm Önöket! Új aszfaltburkolatot kapott a Kodály Zoltán utca. A több mint 40 éves aszfaltút felújításával az ott élők régi vágya valósult meg. 658 méter hosszan 608 tonna aszfaltot használtak fel, a beruházás 36,2 millió forintba került. Az átadáson dr. Kovács Ferenc elmondta, az önkormányzat idén saját forrásból 645 millió forintot fordított út- és járdaépítésre, valamint útjavításra. November 14-én tartják a világ több mint 130 országában, így Magyarországon is a Diabetes világnapot. Nyíregyháza minden évben csatlakozik a programokhoz. A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete és a József András Oktató Kórház szakemberei a Váci Mihály Kulturális Központban szűrésekkel és előadásokkal várták a betegeket, hozzátartozóikat és azokat, akik tenni szeretnének egészségük érdekében. Hétvégén tartották meg Nyíregyháza első központi berébavatóját a Váci Mihály Kulturális Központban. A rendezvényre 12 városi középiskola nevezett, így több mint 109. osztályos tanuló vett részt a feladatok elvégzésében. Tegnap este az erdősoron forgalmi okokból megállt egy terepjáró, a mögötte érkező személygépkocsi erre jól reagált, de a harmadik autós összetolta őket. Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett. Ma hajnalban a Luther utcai buszmegálló üvegborítása berobbant, amikor beállt az érkező helyi járat. Személyi sérülés szerencsére nem történt, mert a megállóban senki nem tartózkodott. Reggel a Szarvas utca Vécsei közi csomópontjában egy autós elsőbségadás nélkül kanyarodott és összeütközött az érkező autóbusszal. A baleset következtében egy a buszon utazó idős férfi elesett, őt a mentőkórházba szállították. A Debreceni és a Kígyó utca csomópontjának átépítése miatt a Virág utca Zsák utca lett a víztoronyi csomópontig. A forgalomkorlátozás előreláthatólag december elejéig lesz érvényben. Aszfaltozzák a Rozsnyó utcát a Kőrizs utcai csomópontnál. Két napig itt is forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést. Pénzt és ajándékcsomagot ajánlott fel egy nyíregyházi smink iskola a kórház gyermekosztályának. A Style and Makeup vezetői ünnepélyes keretek között adták át ajándékukat. A kórházban azt mondták, a karácsonyi időszakban gyakoribbak a kedves ajándékok és felajánlások, amit nagyon szívesen fogadnak. Nyíregyházán folytatódott a Sport legyen a tiéd program. Több sportágat próbálhattak ki a gyerekek, melyhez eszközöket is biztosítottak. Országszerte 200 intézményben tartanak hasonlót, most a BEM iskola tornacsarnoka volt a helyszín. Részletek a Nyíregyházi Televízió híradójában és a városi webportálon a nyíregyháza.hu-n.